A Kecskemét Tánc Együttes segítségével rokta szombat délelőtt a Városháza előtt közel 200 ember azt a körtáncot, melyet a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom YouTube csatornáján lehetett megtalálni. Onnan kellett megtanulni a mozdulatokat a gyereket a magasba, mert körülöttünk forog a világ című országos eseményen. Gyereket a magasba! 11 órakor pedig az ország számos pontján, így Kecskeméten is egyszerre emelték fel az édesanyák, édesapák a gyermekeket a levegőbe. Böde István nem csupán néptáncosként érkezett az eseményre, kislányával a karjában táncolta végig a flashmobot. A Kecskemét Tánc Együttes művészeti vezetőhelyettese azt mondta, a gyermek tükröt tart elénk, szülők elé, ők a mi örökségünk. Nagyon fontosnak tartom, mint családos, mint apa, két lánygyermeknek az apukája, hogy ilyenek legyenek, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy igenis nagyon jó szülőnek lenni, nagyon jó apának lenni, családosnak, és tényleg mindenkit ösztönzök rá, hogy tényleg aki csak teheti, az vállaljon gyermeket, és tényleg minden támogatást adjunk meg gyermekeinknek, és neveljük fel nagyon jól őket. Az országos kezdeményezéshez jó néhány évvel ezelőtt elsőként a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület csatlakozott, azóta számos szervezet segíti a kecskeméti program lebonyolítását. Engert Jakamni alpolgármester, a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület elnöke elmondta, büszkék lehetünk a kecskeméti családokra. Ez a mai rendezvény is ezt próbálta megjeleníteni, illetve azt a szemléletet megjeleníteni, hogy számunkra fontos a család, és hogyha a mai rendezvényről csak néhány gondolat, hogy az a vidámság, az a jó kedv, és az a büszkeség, amit itt én bízom benne, hogy a felvételeken is látszik, ez jellemzi a városunkat. A gyermek a jövőt jelenti, hangsúlyozta az alpolgármester. Engert Jakamné kiemelte, ezek a gyermekek viszik majd tovább Kecskemét hagyományát, szépségét, varázsát.